Balcsai Jenőt mindenki ismeri Szentendrén, gyerekek, felnőttek egyaránt. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket vasárnap délelőtt itt a Balcsai kiállításban, és ezen a családi napon, amit most online tartom meg nektek. Hogyha velem tartotok, akkor először is szeretnék Balcsairól, a művészről néhány dolgot elmondani. Balcsai Jenő, a pedagógus, anatómiát tanított a Képzőművészeti Főiskolán. Az 1953-ban megjelent Anatómia című könyvében a valósághű ábrázolásra törekedett. Ennek a valósághűségnek azonban konkrét célja van. Az értelmezés. Az emberi test szerkezetének, mozgásának, az izületek és izmok dinamikájának megértését szolgálja. A világon minden összetett forma és tér leegyszerűsíthető geometriai alapformákra. Ezt a leegyszerűsítést absztrakciónak nevezzük. Balcsai a szentendrei tájat, a várost, annak látványát absztrahálta. Innen indult. És ide jutott. A környező valóság elemeit ábrázoló képek egyik általános, központi problematikája a háromdimenziós látványvilág kétdimenziós felületen való megjelenítése. Szentendrei házsor című 1967-es festménye a házak motívumainak ritmikus játéka. A képen a kapu, az ablak, a falak és az épületek tagolásának színes ritmusa jelenik meg. Az 1971-es Formaritmusok című képen szintén geometriai formákat láthatunk, ritmusba rendezve és egyfajta színharmóniát megjelenítve. Természetesen a két kép sok mindenben különbözik, színvilágát tekintve mindenképpen. Számunkra azonban most a legfontosabb különbség a kettő között a címe. A képtere ezen az utóbbi képen már nem egy történet, nem a külső világban is felelhető dologra utal, nem annak a helye, hanem csak vizuális alapelemek színtere. Úgy, mint forma, ritmus és szín. Ezek az alapelemek minden festményen megtalálhatók, legyen az a festmény figuratív vagy absztrakt. Az 1971-es kép tehát nem utal valamilyen külső valóságra, hanem csak önmagára. Saját rendszere van, egy különálló, fura világ. A formák azonban itt is teret alkotnak. Kiegészítenek, elválasztanak, irányuk és nagyságuk van. Ez a külön kis világ vajon milyen lenne, ha megtestesülne? Műteremben című 1973-ban festett képe szintén egy absztrakt kompozíciónak tekinthető. Mégis felfedezhetjük rajta a figurát is, és felfedezhetjük rajta a festőállványnak a motívumát ezekben az osztásokban. Amikor én megnéztem a Balcsai kiállítást először, akkor arra gondoltam, hogy mindenképpen olyan foglalkozást szeretnék mutatni a gyerekeknek, ahol egy picit a képtérrel foglalkozunk, és a képtéren a két dimenzión túl is lépünk. Ezért készítettem ennek a festménynek az ihletésére, hát így is lehet tartani, így is lehet tartani, kinek hogy tetszik. A színvilágát követtem, illetve igyekeztem a viszintes függőleges osztásokat is követni, és az jutott eszembe, hogy a Balcsai képeken megjelenő formák, geometrikus formák, a különböző színű részletek egy-egy pályát adnak ki, és így keletkezett ez a labirintus, amelyben egy üveggolyó segítségével nagyon jót lehet játszani. Oké, tehát a doboz elkészítéséhez a következő, könnyen elérhető alapanyagokra lesz szükségünk. Először is szükségünk van egy
cipős doboz tetejére. Ez lesz a golyólabirintusnak a doboza. Szükségünk van spatulára, amit a gyógyszertárakban lehet megvásárolni. Szükségünk lesz egy fémvonalzóra. Nem kell, hogy ilyen hosszú legyen, egy sokkal rövidebb fémvonalzó is elég, de nekem most ilyen van. Aztán faragasztóra, vagy pedig technokorra, egy snitzerre, egy ceruzára, a lyukak vágásához valamilyen kis átmérőjű kerektájra, amit körbe tudunk vágni, ez például egy pont jó. És ahhoz, hogy a golyólabirintusunk barcsai kép hangulatú legyen, fésztollakra is szükségünk lesz. És természetesen egy üveg golyóra. A cipős dobozra először felrajzoljuk a labirintusunkat. Hogyha nem fél bele a vonalzónk a cipős dobozba, mondjuk keresztbe biztos, hogy nem fog beleférni, akkor ezt a spatulát nagyszerűen használhatjuk vonalzóként is. Na, akkor nézzük meg, hogy mekkora lyukat vágjunk. Hol van az a ragasztó, amit kell? Itt van. Szuper. Jó, akkor ez a lyuk méret meg fog felállni? Igen. Jó, szuper. Akkor ezt körbe tudjuk vágni, ezt majd én vágom, jó? Át is esik, szuper. Ezt nem kell kimenni, mert ezt kimértem 2x2 centit. Már mire? Azt csak vágni kell. Ezt csak vágni kell, igen, de ez nem teljesen körülök, az nem baj? De. Hát körbe rajzolhatod nekem, és akkor igazából, ha körbe rajzolod nekem, akkor már nem is kell. Egy ceruza. Na, te ceruza. De akkor ezt nem kéne kiradírozni, mert akkor téved meg kell. Hát akkor radírozz ki, szóval nincs a hátulján radír. Hát Na. Siker. Na, ragasztunk egy-két oldalapot is, jó? Közben mutassuk meg, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Azt megvágod, de hát azt ki kell mérni. Hát vágjunk le először egyet, mit szólsz. Jó? Rajzold be a spatulára. Jó, akkor ezt most levágom, jó? Ezt inkább én, mert ezt egy kicsit nehéz vágni. Vagy csúszós. Meg fogod? Aha, igen. Köszi. Ezt majd össze lehet rakni. Kettőbé. Igen. És akkor ezt elvágjuk. Ezzel a vonalzóval ráspángolja a másik kezét, ezt fájni fog csak elég. Na, ezt mondtam, hogy csúszik. És most a felem ebben utána le is lehet törni. Igen, hát úgy működik a legjobban, hogyha egy körbe vágja az ember.
oldalt is egy kicsit bevágod, meg itt. És akkor így már nagyon egyszerűen elvettem. Csodálatos. Ugye milyen csodálatos? Csodálatos. Na, most megpróbálom vonázolni akkor. Na, akkor ezt most ragasztjuk fel, ünnepélyes pillanat. Na. Az elsőt felragasztjuk. Szóval a spatulának az oldalát és a papírt is be kell kenni egy kicsit ragasztóval. Ezzel? A faragasztóval. Igen. Tetejét se várja meg, vagy? Most. Csak a tetejét kell. Ide jönni kis kép. Na. Na, hát meg oda. Erre is? Erre is lejjebb. Lejjebb tartsát. Lejjebb? Jó, most olvasjuk el, mi van a ragasztóra írva, hogy kell várni egy picit, míg szárad. A ragasztó felület egyik nehezen nedvesedő felsőtől mindkét oldalára vegyük fel a ragasztót, és illeszkedő részeket nyomjuk össze és préseljük. Megolasztás szilárdsága, szervesülőszert nem tartalmaz, te veszélyes. Préselni kell, akkor beélesztjük a helyére, és oda nyomjuk. Nem kell száradni, tudom. Megérje. Erősen oda nyomjuk. És akkor most itt hagyjuk szépen. Igen. De amúgy azt is lehetne, hogyha nem ragaszt meg, akkor ide rakunk a szélére. Mi csinálunk? Hát ide rakunk a szélére. Ja, igen. Igen. Megragasztó. Kicsit megerősítjük a ragasztást. Hát itt most egy picit várni kell, míg megköt a ragasztó. Hát akkor addig csinálhatjuk ezt. Addig csinálhatjuk tovább. Érdemesebb szerintem itt, hogy ezt ne piszkáljuk. De hát akkor ezt akkor ide ráragasztunk egy csíkot, és akkor onnan lehet tovább. Mert akkor, ha ide most megcsinálunk, akkor ezt nehezebb lesz betenni. Ebben tökéletesen igazad van, viszont ha itt nyomogatjuk, lehet, hogy ez fel fog jönni. És hogy akkor ez viszont egy távolabb részt. Akkor kezdjük innen az elejétől. Kezdjük el. Akkor kezdjük innen a végétől. Jó, rendben. Kicsit aztán nem állt aztán. Lehet, hogy nem is kell vágni, nem? Lehet. De a maradék spatula szólva, mert akkor azt fel lehet használni. Itt. Ezt is fel lehet használni. Igen, na hát akkor nézzük, hogy hova jó, és oda ragasszuk oda. Igen, jó. De pont jó lenne. Hát akkor hajrá. És csak 9 spatulát sikerült ráragasztanom ki. És hol áll az üveggolyó, hogy ezt kipróbáljuk? Ott van a dobozba, a garázsban.